Köszöntöm Önöket, ez a Weekend című magazin műsorunk. 2022. január 21-e péntek van. Holnap, azaz január 22-én szombaton ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Mai műsorunk ennek egyében zajlik. Vendégünk lesz dr. Karádi Zsolt, irodalomtörténész főiskolai tanár. Ezt követően Orr András grafikus művész nyíregyházi kiállítására invitáljuk majd Önöket. Helyi értékeinkről, értékmentésről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság elnökével, Baracsi Endrével beszélgetünk. Irodalmi asztali naptár jelent meg Váci Mihály verseivel, adásunk végén pedig Pregicer Fruzsinával beszélgetünk, akit a közelmúltban a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választottak. A stúdióban már itt ül velem dr. Karádi Zsolt, irodalomtörténész, főiskolai tanár. Jó estét! Jó estét kívánok! Hát ahogy kezdtük itt a műsorunk elején, a holnapi napon, január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Azt ugye a nézők már megszokták, hogy szinte mindent ünneplünk, ma már is mindennek van kifejezetten egy napja, amikor egy picit arra koncentrál a világ. Ugye mi, a magyarok, a Magyar Kultúra Napját január 22-én ünnepeljük, mióta is? Nos, utána néztem pontos dátumoknak, és köztudott, hogy 1985-ben Fason Kárpát zeneművész vetette föl a Magyar Kultúra Napjára történő megemlékezésnek a gondolatát. Néhány évvel később a Hazafias Népfront, az akkori Hazafias Népfront országos tanácsa 1988. decemberében felhívással fordult a kultúra alkotóihoz, hogy ünnepeljük meg ezt a jeles napot, mégpedig azt a napot, amikor Kölcsey Ferenc 1823. január 22-ére dátumozta a himnuszt, azaz úgy mondjuk, hogy ekkor fejezte be, ekkor tisztázta le a himnusznak a kéziratát. Az első rendezvény sorozat ennek jegyében, mármint a magyar kultúra megünneplése jegyében 1989. januárjában volt. Az országgyűlés 1989 évi törvényeiben szentesítette, a magyar nemzeti jelképek sorába emelte a himnuszt, majd 2012-ben az alaptörvényünk első cikkelye kimondja, hogy Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével. Nos, azóta ünnepeljük, és emlékezünk Kölcseyre, és rajta keresztül mindazokra, akik a magyar kultúra történetében jelentőset alkottak. Tulajdonképpen most egy ilyen kis felfrissítő irodalomórára is invitáljuk a nézőket, ugye, akinek van általános iskoláskorú gyermeke, vagy esetleg érettségire készülő, vagy akár mondjuk éppen irodalomtörténésznek készül, akkor lehet, hogy frissek ezek az információk. Azt gondoljuk, hogy ezeket a tényeket, történelmi és irodalmi időpontokat és helyszíneket az ember megtanulja és tudja, és aztán rájön, ugye, amikor mondjuk éppen egy magyar kultúra napján előkerül egy cikk, hogy úristen, hát én ezt már elfelejtettem, és nem is tudom, és hogyha igazándiból magyarnak szeretnénk magunkat valósan érezni, akkor nem árt, hogyha néha azért egy picit utána olvasunk, vagy felfrissítjük ezeket az ismereteket. Magáról, a himnuszról tulajdonképpen mi az, amit azon kívül, hogy az ember megtanulja és elénekli, mondjuk tudnunk illene? Most úgy gondolom, hogy nem mondok túl nagyot, ha azt mondom, hogy a himnusz szakirodalma könyvtárnyi. Legutóbb Cseh Varga István professzor könyve jelent meg, egy egész könyv terjedelmű írás, amely a himnusszal, a himnusz szövegével, keletkezésével, utóéletével foglalkozik. Tudjuk, utána olvasgattam, mert hiába tanítom, sokszor mindig újra kell olvasni valóban, hogy a költemény keletkezésének idejéről pontos, valós adataink viszonylag kevés maradt. Szemere Pálnak írott levelében Kölcsey arról beszél, hogy 1818 és 1823 között nehéz stúdium volt az ő élete. Ekkor hangzik el az a híres mondat, hogy többnyire a paraszt dal tónját hallgattam. Olvasmánynaplója is az utókorra maradt, és érdekes, hogy
1822. október és 1823. márciusa között nincs feljegyzés, amely magyarázna, hogy a himnusz miért akkor is pont úgy keletkezett. Felhívja a szakirodalom a figyelmet arra, hogy a parasztdal tónját hallgató kölcsei kapcsán arra kell gondolnunk, hogy a népdalhatás ekkor közvetlenebbül éri a költőt, és éppen a himnusznak a verselésében, amelyet sokáig ütemhangsúlyosnak véltek, majd felfedezték benne a trohaikus lejtést, és így ma már szimultán versnek tekintjük. Éppen azt érezhetjük, hogy egyszerre találkozott benne, mármint kölcseiben, az antik kultúrán nevelkedett, illetve az időmértékes verselésben otthonosan járó költő, és a népdal hangját is meghalló, az abból a ritmust kihalló költő. Ha a műfaj jelezményeket keressük ennek az életműnek, akkor 1814-ben a Rákos nymfájához című verset jelöli meg először a szakirodalom, majd 3 évvel később a Fejedelmünk haj, illetve 1821-ben a Rákos című versekben nyomozzák az irodalom történészek a himnusz hát szellemi holdudvarát. Érdekes megjegyezni azt, amit mindig emlegetünk, megtanultuk és mondjuk is, hogy az alcím a magyar nép zivatara századaiból azt jelenteni, hogy a cenzúra megtévesztése érdekében írta volna Kölcsei. Nos, ennek a legendája valóban érdekes, mert ez a gondolat először Gyulai Pál, rendkívül jelentős kritikus, egyetemi előadásainak sorában hangzott el 1888-89-ben, és azóta úgy végigjárta szinte a gondolkodásunkat. Miközben ez pontosan nem bizonyítható, ugyanis az irodalomtudomány rámutat arra, hogy a kéziraton valóban szerepel ez az alcím. De 1823-ban írja, de a megjelenés majd 1829-ben történik az Aurórában, és az Aurórában közzétett vers címe alatt nincsen alcím, majd pedig 3 évvel később az 1832-es versek című kötetben pedig már újra van alcíme a műnek. Tehát Gyulai gondolata egyben a legenda képzés része is. Tanár úr, hát sajnos az időnk elfogyott, hogy ezt a tételt részletesebben kifejtse, úgyhogy magáról még a megzenésített himnuszról most itt nem tudunk beszélni, viszont említetted, hogy ebből a szakirodalomból egy mondattal készültél, illetve egy idézettel, úgyhogy szerintem ez egy szép zárszó lehet. Érdemes lenne lett volna a zenéről szólni, mert a mai változat ugye Dohrányi Ernő átdolgozása, de erről majd legközelebb beszélgetnénk. Úgyhogy amit említettem neked, illetve a kedves nézőknek, Cseh Varga István professzor könyvének zárlatában van egy fantasztikusan szép mondat, ezt engedjék meg, hogy felolvassam. Azt írja a professzor úr, hogy a magyar himnusz a magyarság és Isten közötti ünnepélyes verses dialógus, költői beszédviszony, Isten akarata elfogadásának, a hálaadó imádságnak, fohásznak a bizonyítéka, hogy életünk, sorsunk, üdvösségünk a jóságos és irgalmas Atya akarata szerint történjen. Az áldáskérő költő azért fohászkodik Istenhez, hogy hallgassa meg fohászát, könyörüljön rajtunk. Köszönjük szépen! Kedves nézők, 90 fok címmel nyílt kiállítása Orr András grafikus művésznek a Pál Gyula teremben, a tárlat a Nyíregyházi Kultúra napi programok egyik kísérő rendezvénye, stábunk a szerdai megnyitón járt. Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, írta egykor a költő Radnóti Miklós. Ezzel szemben Orr András képei, mintha a táj, a térkép és a műalkotás közös perspektíváját keresnék. Már 8 éves korában is a térképek érdekelték Orr András grafikus művészt, aki az udvaron elásott kincsek megtalálásához saját térképeket rajzolt a testvérei számára. Orr András általános és középfokú tanulmányait is Nyíregyházán folytatta, diplomáit pedig a Képzőművészeti Egyetemen és az Eszterházy Károly Főiskolán szerezte. A legnagyobb hatást elmondása szerint mégsem a kiváló tanárai, hanem saját családtagjai gyakorolták rá. Köszönöm a lehetőséget Nyíregyházának, hogy újra itt lehetek. Általános iskolás és középiskolás koromban laktunk itt, ugye ez egy elég intenzív időszak általában az ember életében, hát nekem is az volt, úgyhogy nagyon, nagyon mélyreható élmények kötnek ide. Hát egyébként szakmailag is egy fontos helyszín az életemben, mert művészeti szakközépiskolába jártam Búza utcára, és hát ott
alapozódott meg ez az egész, amit a kiállításon is látható. Igazából mindenki hatással van az emberre, de egy különösen jelentős embert emelnék ki általános iskolás koromból. Ide szomszédban, Kodály iskolában jártam, felső tagozatban csak. Ott volt a Szabó Dénes karnagy, az énektanárom, és hát ő volt egy olyan karizmatikus figura, aki máig is emlékezetes, és illetve ő mondott olyan dolgokat, amire máig is emlékszem, és hatással volt rá. Az egész családom ezzel foglalkozik, és középiskolában egyébként édesanyám volt a rajztanárom, úgyhogy abszolút hatással volt rám. Apám is ezzel foglalkozik, az unokatestvéreim, testvéreim is ezzel foglalkoznak, szóval nálunk ez három generáció óta így benne van a családban ez a műfaj, tehát elsősorban a saját családom, mint szülők és mint tanárok. És illetve mint nagyszülők, mert nagyapám kezdte el, hatással vannak rám szakmailag is. Térképek érdekeltek már kiskoromtól kezdve, 8 éves koromból is maradt ilyen térkép rajz, érdekelt ez, hogy lehet úgy megrajzolni valami területnek a képét, hogy érthető legyen, hogy mi csoda és mi hol van. Emlékszem, az első ilyen, amire emlékszem, az a saját udvarunknak a térképe volt, ahol elrejtettem ilyen kincseket, és ahhoz rajzoltam térképet a testvéreimnek, akik ezt megkereshették térkép alapján, és ezt így élveztem, hogy akkor úgy kell megrajzolni, hogy eligazodnak rajta. És hát innen jött, aztán rajzoltam egyre több térképet, meg érdekeltek a régi térképek, és akkor ez így fokozatosan az egyetem alatt átkapcsolt ebbe az itt látható műfajba, és igazából az egész kiállításnak is ez az összefogó eleme, ugye azért ez a cím, hogy 90 fok, egy ilyen 90 fokos felülnézetből indul ki minden, mert egyébként hát aki eljön és megnézi, látni fogja, hogy elég különböző anyagok vannak, tehát ez az itt mögöttem látható, ez egy ilyen realisztikusabb, festőibb vonal, de ugye a teremnek egy másik részében a régebbi munkák vannak, amik egy kicsit kevésbé figurálisak, de azok is ilyen légifelvételekből, illetve térképekből indulnak ki. És ez az a motívum az összes munkában, ami összefogja ezt a kiállítást. Régebbi munkák azok talán inkább egy ilyen absztrakt vonalba sorolhatók, ha mindenképpen valami kategóriába akarjuk őket beilleszteni. Ezek az újabbak pedig inkább a tájképhez, a 19. századi romantikus tájképhez állnak közel, illetve ezeknek van egy olyan vonatkozása is, hogy 19. századi akvarelles kézikönyveket tanulmányoztam, és a festés technika az ezekből állt össze, vagy ezeknek a tanulságát is beépítettem ebbe a technikába, amivel ezek képek készültek. Tehát ezek voltak éppen romantikus tájképek, sőt topografikus tájképek, mert hogy konkrét helyeket ábrázolnak, tehát konkrét helyek, konkrét légi felvételei alapján készültek, amik egyébként szintén az én műveim, tehát én magam drónpilótaként fotózom ezeket a képeket, és hát egy ilyen felülnézeti romantikus tájképek ez, hogyha kategorizálni akarjuk, tehát hogyha mondjuk nem látjuk a képet és le akarjuk írni, akkor ezt mondanám róla. 2011 előtt sokszorosító grafikával foglalkoztam, illetve a vége felé készültek ezek a botanikai rajzok, amiből szintén van kint az Uzmos sorozat, és 2018 óta csinálom ezt az új vonalat, és hát közte egyébként ez is fontos része a történetnek, hogy közte a gyerekeim születtek, illetve családi dolgokkal voltam elfoglalva, és nekik szintén van a terem végében egy kis tablójuk, ahol a hármójuknak van kint festménye. Ezeket főként az egyetemen készítettem, a nagy részüket, ahol ugye rendelkezésre állt műhely, illetve az egyetem utáni években, amikor még a Rádai utcai
képgrafikai műhely működött, ott készült a másik fele ezeknek a litográfiáknak, tehát ez egy régi nyomdaipari technika, ugye az offset nyomtatás előtt, míg az 50-es évektől visszafelé így sokszorosítottak mindent. Ugye ez egy kémiai eljárás, tehát felcsiszoljuk síkra a követ, arra rajzolunk egy zsíros anyaggal, és aztán kémiai eljárással kikészítjük a nyomtathatóra rajzot, és néha a kövekből régi rajzok előjönnek. Akár több rajzal korábbi rajzok így feltűnnek a savazás hatására, és volt olyan kövem, ahol 1930-as évekbeli budapesti buszjegy jött elő, tehát azt is erről nyomtatták, ami tehát tényleg egy sok példányszámú nyomtatást feltételez, tehát erre használták ezt a technikát. Eredetileg az 50-es évek után pedig művészi technikaként élt tovább, tehát akkor bezártak ezek a nagy nyomdák, és a művészeknél pedig megmaradt a technika. Képzőművészeti Egyetemen a mai napig működik a litóműhely. Ott tanultam meg, a munkák egy része ott készült, másik része pedig egy külön műhelyben, ami sajnos azóta nem létezik, úgyhogy most csak a Váci és a Miskolci műhelyt tudom, ahol lehet litózni. Az volt az első ilyen, ami konkrét műholdfelvétel alapján készült. Tehát az azért egy fontos darab, mert az a kiinduló pont. Ugye azt hangsúlyozom, hogy Google föld előtti időszakról beszélünk, illetve az internet használat sem volt olyan szinten része az életünknek, mint manapság, tehát könyvesboltban lehetett vásárolni ilyen műholdképes könyveket. Nekem, ami megvolt, az Ortofotók című sorozat volt, és abból származik ez a Balaton Endréd és környékét ábrázolja egyébként, és akkor hát ugye sok küzdelem után, hogy mindenféle vonalakon próbálkoztam, végül úgy döntöttem, hogy na, akkor megcsinálok egy ilyet egy az egyben, egy ilyen térképszerű megoldással, majd felvételen látszik, és hát ez a története. És akkor erre jó visszajelzéseket kaptam, tehát kaptam megerősítést, hogy ez életképes lehet ez az irány. Magyarországon a Baranyai Levente csinálja ezt, egy egyértelmű légifelvétel alapú festészetet, és biztos, hogy van más is, akit én nem ismerek. Külföldön is biztos, hogy van ilyen. Konkrétan a Baranyai Levente művészetét ismerem részletesebben. A kiállítás megnyitóján az alkotó munkásságát Piti Zsuzsanna festőművész mutatta be a közönségnek. Nagyon fontos ezeknek a képeknek a szakmaisága. Az mindenképpen ad mindenkinek, kortól függetlenül, mert ilyen fajta precizitással, ilyen színharmóniával, tehát azért nem mindig találkozik az ember, és ez szerintem nagyon jó. Ez jó a diákoknak is, és jó a már idősebb korosztálynak is. Érdekes, hogy mindig előkerül ez, hogy fotó és naturális, és én nem látom ezt annak. Abszolút képzőművészetnek látom, nem súlykolnám be sehova, mert pont az a lényege, hogy annyi mindenfelé viheti a nézőt, és ez szerintem nagyon, ez a másik az, amit itt nagyon sokat ad hozzá, hogy a néző többféle úton hozzá közelíthet és átértékelheti magát, mert egy felülnézeti faképe nem biztos, hogy faként áll össze bennem, viszont nagyon sok asszociációra ad lehetőséget. Orr András 90 fok című kiállítását február 16-áig tekinthetik meg az érdeklődők Nyíregyházán, a Pál Gyula teremben. A Szatmári Szilva Lekvár, a 8 verszakos Kossuth Nóta, a Paszavi Szőttes, a Nyírmihályi Magtár Múzeum mind-mind bekerültek a megyei értéktárba. A gyűjtemény folyamatosan gyarapszik, tavaly decemberben már a 150-edikhez közelített az örökségek listája. Vendégünk Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság elnöke és a megyei közgyűlés alelnöke. Jó estét, szia Endre!
Jó estét kívánok! Hát egyre nagyobb az öröm, ugye? Ahogy gyakorlatilag gazdagszik ez az értéktár, és az menne a csodálatos, hogy ennek a falai ezek folyamatosan egyre inkább tolhatóak, és hát nem csak a mi megyénkben, ugye, hanem Magyarország többi megyében is növekszenek ezek az értékek. Útban idefelé gondolkodtam azon, hogy amikor az ember ugye a Magyar Kultúra Napját ünnepli, akkor talán az első asszociációja ugye a himnusz, az irodalom, és aztán utána elkezdi ezt a kis, ha már itt a paszabiszőttesről beszéltünk, ezt a szövevényt úgy egyre inkább gazdagítani, és rájön, hogy valahol nagyon-nagyon mélyben a gyökereinkben kell keresni, és oda kell visszakapcsolódni ahhoz, hogy gyakorlatilag a mában azt tudjuk mondani, hogy számunkra fontos a kultúra. Ez volt egyébként a motivációja is annak, amikor ennek az értéktárnak a megteremtésén gondolkodtak? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát a kultúra, azt hiszem ezt talán Kallós Zoltán fogalmazta meg, legalábbis számomra az egyik legkedvesebben, aki azt mondta, hogy miközben népek, nemzedékek tűntek el a Kárpát-medencében, mi csodával határos módon megmaradtunk magyarnak, és ez a magyar kultúra az, amely megtartott minket 1000 éven át. És hogyha a következő 1000 évben is itt akarunk lenni a Kárpát-medencében, akkor fel kell vállalni ezt a küldetést, hogy a magyar kultúrát azt őrizzük, ápoljuk és éltessük, és hogyha ez megtörténik, az a megmaradásunknak az áloga. Azt hiszem, hogy ez volt a fő motivációja a törvényhozóknak akkor, amikor az úgynevezett Hungarikum törvényt megalkották, amely lényegében a keretét megadta annak, hogy értéktárak működjenek települési szinten, tájegységi szinten, megyei szinten, és természetesen a Nemzeti Értéktárról, illetve a Hungarikumokról is beszélnünk kell. Ezek mind olyan nemzeti kincsek, amelyek egyrészt alapjai a történelmünknek, alapjai a kultúránknak, másrészt pedig kiinduló pontjai annak a kulturális életnek, illetve kulturális örökségnek, amelyre azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk, és hogyha a megyei értéktárak szóba kerültek, ugye valóban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban 146 érték van, és persze, hogy mosolyog az ember, amikor ezt a számot kimondja, de azt is tudjuk, hogy még sok érték van, amelyik nem került be, és országos szinten pedig a megyei értéktárakban már több mint 2000 érték szerepel. Én vizuális típus vagyok, és elképzeltem, hogy a népek olvasztó tengelyében valahol mégiscsak fennakadna egy-egy ilyen, nem is tudom, valami nagyon tradicionális magyar darab, vagy akár egy üvegpálinka. Hát amikor ugye a legelején elkezdődött ez a gyűjtögetés, szerintem viszonylag egyszerű is volt, mert hogyha leül egy baráti társaság, és elkezd egy ilyen asszociációs láncot, akkor ugye sok-sok dolog eszünkbe jut. De ahogy azért gazdagszik, szerintem, vagy legalábbis egy picit laikusként megközelítve úgy tűnik, hogy nehezebb megfogalmazni, hogy mik is az értékek. Hogy működik ez a gyakorlatban? Hogyan találtok újabb és újabb kincsekre? Valóban egyszerűnek tűnt az elején, de aztán, ahogy a munka elindult, egyre inkább rájöttünk, hogy még ez is hiányzik, az is hiányzik, ez sincs benne még a megyei értéktárba. És ami nagyon érdekes, hogy ez azóta sem változott. Tehát minden egyes bizottsági ülés alkalmával, amikor beszélünk az értékekről, illetve a beérkezett javaslatokról, akkor mindig felmerülnek újabb már elkészítendő javaslatok, és ez, én úgy gondolom, hogy ez így lesz nagyon sokáig, mert nem csak a múltban vannak értékeink, hanem a jelenben is teremtődnek olyan csodák, amelyek mind részét kell, hogy képezzék a különböző értéktáraknak. Egyébként maga a munka az javaslatok alapján folytatódik, illetve javaslatok alapján indul el. Egy-egy ilyen javaslatot bárki elkészíthet. Hogyha valaki úgy érzi, hogy találkozott valamivel, ami a megyei értéktárban még nincsen benne, de ő úgy érzi, hogy ott lenne a helye, akkor egy egyszerű javaslati adatlapot kitöltve, amely a Hungarikum törvénynek a melléklete, illetve a mi honlapunkon is megtalálható, hogyha ezt benyújtja hozzánk, akkor biztos, hogy arról dönteni fog a bizottság. Annyit változott egy kicsit, és ez egy kicsit adminisztratív rész, hogy most a kormányrendelet változott, és igazából az kerülhet be a megyei értéktárba, amely már egy települési vagy tájegységi értéktárban szerepel, úgyhogy ezt azért javasolnánk a javaslat benyújtóinak, hogy ezt mindig nézzék meg, hogy adott értéknek van-e bármilyen előzménye, igen. Ahogy ezek az értéktárak egyre gazdagabbak lettek, változott a mondjuk rólunk kialakított kép, akár mondjuk az ideérkező turisták szemében, tehát az ő tudásuk is gyarapodott, eljutott hozzájuk mondjuk egy-egy ilyen fontos információ, hogy mire érdemes figyelni, mi az, amit mi különlegességnek vagy hungarikumnak tartunk. Igen, hát ennek a feladatnak, vagy ennek a küldetésnek akkor van értelme, hogyha ezt valóban tudjuk is közvetíteni kifelé. És mi erre igyekszünk is erőt és energiát fordítani, tehát különböző kiadványokat jelentettünk már meg
most tényleg csak egy-két példát felhozva, a középkori templomainkat megmutattuk több kötetbe. Bemutattuk a megyei értéktárnak a teljes lajstromát, az Értékörökség összetartozás című könyvbe. Vetélkedőket szervezünk, kiállításokat szervezünk, amelyeknek mind-mind az a célja, hogy valóban eljusson a fogyasztóhoz az, hogy miről is szól a megyei értéktár mozgalom, miről is szól az értéktár mozgalom, miről is szól a Hungarikum törvény. És ez természetesen ennek gazdasági hatása is kell, hogy legyen, és ez a turizmusban jelenthet eredményeket. És én úgy gondolom, hogy hozzájárult, akár mondjuk a Nyíregyházi értéktárnak a tevékenysége, vagy a megyei értéktárnak a tevékenysége, mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy egy olyan kép alakuljon ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről és Nyíregyházáról, amely ide vonzza még inkább a turistákat, és az idevonzáson túl nekünk feladatunk az is, hogy itt tartsuk őket, és úgy gondolom, hogy egy komoly eszköz tud lenni az értéktár mozgalom. Jól érzem, hogy egyébként talán a legismertebbek azért mégis a gasztronómiához köthető értékek? A legismertebbek meg talán, hogy mondjam, talán igazából talán a legvonzóbbak az emberek számára, mert azért mégiscsak érzékszerveket mozgat meg, van egy különleges tapasztalás, egy érzékszerű tapasztalás, hogyha gasztronómiáról beszélünk, és jobban meg is marad. Tehát ezért van több szakterülete egyébként magának az értéktárnak is, hiszen akár a gazdasági értékeket, kulturális értékeket, vagy a gasztronómiai értékeket mind-mind külön szoktuk bemutatni. És ezeket nagyon jól össze lehet kapcsolni. És úgy gondolom, hogyha mondjuk van egy gasztronómiai fesztivál, ahol bemutatjuk mondjuk akár a pálinkákat, vagy a szilvalekvárt, és amellé társítunk még más értékeket, amelyek talán kevésbé vannak a köztudatban, akkor azzal elősegítjük azt is, hogy az is jobban rögzül az emberekbe, és bízunk benne, hogy egy következő alkalommal már azzal az értékkel is, hogyha találkozik, akkor tudni fogja azt, hogy ez mind-mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődik. Egy utolsó kérdés, ugye ennek az értéktárbizottságnak az elnökeként dolgozol. Hány olyan értékes munkatársad van, akiknek köszönhetően gyakorlatilag nagyon magas nívón működtök? Maga az értéktárbizottság az 9 főből áll. És emellett még szerencsére számos olyan munkatárs van, akár mondjuk a titkárt, hogyha belemlíti, de én minden értéktárban dolgozó embert ide értek, aki a megyébe különböző települési és tájegységi értéktárakban dolgozik, illetve külön kiemelném még a Nemzeti Művelődési Intézetet is, akik szintén azon dolgoznak, hogy azt a hagyományt, azt az örökséget, azt az értéket, amely a megmaradásunk záloga, azt ők is olyan szinten kezeljék és ápolják, amelyet abszolút megérdemel. Hát köszönjük szépen, és szívből gratulálunk minden munkatársnak és mindenkinek, akinek fontosak ezek az értékek. Én köszönöm az értékes perceket. Kedves nézők, önök pedig maradjanak velünk. A híradó után is egy különleges kiadványt ajánlunk majd önöknek, amely a Váci Mihály Társaság kezdeményezésére jelent meg. Lesz színházi ajánlunk, és érkezik hozzánk Pregice Fruzsina, Jászai Díjas színművész, akit a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választottak a közelmúltban. Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Váci közismert verseit tartalmazza az az irodalmi asztali naptár, amely a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület kezdeményezésére jelent meg. Vendégünk Stig Gyula, az egyesület elnöke. Szia Gyula, jó estét kívánok! Szép estét kívánok! Nem érkeztél üres kézzel, olyannyira nem, hogy már az én kezem sem üres, hiszen volt szerencsém már végig lapozni ezt a 2022-es naptárt, ami hát úgy gondolom, hogy egyébként a te évtizedek óta tartó hűséges munkásságodnak egy gyönyörű tárgyi megjelenése is, egy nagyon hasznos dolog, szerintem nagyon sok ember számára, akár egy szép ajándék is lehet, meg hát hasznos is. Ugyanakkor ennek analógiájára a magyar költőkkel foglalkozó különböző társaságok akár folytathatják is ezt a kezdeményezést. Mesélj egy picit, mi volt az ihlet, illetve hát kik segítettek ennek a naptárnak a megvalósulásában? Nagyon sok segítségem volt, tulajdonképpen ez egy korábbi kezdeményezés aktualizálása, hogy úgy mondjam. Az eseményekkel párhuzamosan történt változásokat átvezettük rajta. Lényeg, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt vetődött fel egy olyan gondolat, hogy érdemes volna a Váci írói tevékenységét, munkásságát, ami egy kicsit az utóbbi időben hát ellaposodott, idézőjelben mondva, ugyanis valamikor ugye ő kötelező irodalmi tantárgy és érettségi tétel is volt. De most miután
hát az utóbbi időben nem igazán az értékének és helyének megfelelően van kezelve, ezért gondoltuk azt, hogy megpróbáljuk visszahozni az írói költői tevékenységét a mindennapjaiba. Ezért az emblematikus verseit, valamint a családi és egyéb képekkel illusztráltan jelentettük meg ezt a bizonyos 2022-es naptárt, de több aspektusból is próbáltuk úgy aktualizálni, hogy a későbbiek során, ha már a naptár ugye elmúlik, akkor hogyha a heteket kitépjük belőle, tulajdonképpen a versei megmaradhatnak, és a végére örök naptárt tettünk be, meg olyan információkat, ami majd a későbbiekben egy ilyen kulturális vetélkedőhöz tulajdonképpen adaptálható, felhasználható. Egyébként van valamiféle párhuzam a hónapot indító vers és maga a hónap hangulata, az évszak hangulata között? Mindenképpen. Mert itt például pont a májushoz lapoztam, ahol úgy látom, hogy az édesanyjával látható Váci Mihály lefotózva, és az anyám ad ránk áldásodat című verse. Igen. Megpróbáltuk aktualizálni hónapokhoz kötődően, és az emblematikus versei például a származás, a kelet felől, az említett anyám ad rám áldásodat című munkássága is, annál is inkább, mert ő nagyon, de nagyon mély, hogy mondjam, érzelmi kötődése volt az édesanyjához. Érdekessége a dolognak az, hogy vallásos nevelésbe részesült. Végül is Zsuzsika néni, az édesanyja, gyerekkorában papnak szánta. Tehát, milyen felekezett? Evangélikus. Evangélikus. Igen. És hát nem arra vitte a sorsa, mert gyerekkorában is, már 5 éves korában nagyon vonzódott a írásokhoz, tehát még mielőtt iskolába került volna, Zsuzsika néni elmondta, hogy megtanult írni, olvasni, és a későbbiek során pedig mélységébe az akkori irodalmi nagyságoknak a műveit olvasgatta, tehát tulajdonképpen az előélete is predesztinálta arra, hogy a költészet felé irányult. Nagyon jó ötlet egyébként, hogy ott vannak ezek a fotók, látni őt az édesanyjával, feleségével, Juhász Máriával, tehát egy kicsit valóban közel kerül, és nem csak egy név, vagy egy vers, hanem ott van az ember is mögötte. Gondolom, hogy az Egyesület nél is meg lehet vásárolni, ugye még január eleje van, tehát nem késztünk le a naptárakkal, vagy esetleg kereskedelemben is kapható. Hát nagy valószínűséggel meg fogjuk tudni oldani, bár az igazság az, hogy most vagyunk tárgyalásban, éppen az előállító egy nagy papírbolta. Szeretnénk, hogyha minden iskola irodalomtanára legalább valamilyen szinten a megyében működő tanárokra gondoltam megvehetni, annál is inkább, mert ez hát teljes áttekintést ad majd csak a munkásságáról és az életéről, és ahogy említettem, a 100 éves születésének az évfordulója éppen a nyakunkon van. Igaz, hogy ebbe a kutató munkálatokba, ami a Petőfi Irodalmi Múzeumban bonyolódik, és folyamatosan csináljuk Pesten, egy kicsit a Covid beleszólt, és ezért csúszik a dolog, de az anyag összeállítása már olyan 80%-ban megvan. Na most még túl azon, hogy a pedagógusoknak ajánljuk, tehát általános iskola, felső tagozat, gimnázium, technikum, sőt most még az egyetemi irodalmi tanszék részére is, annál is inkább, mert jó lenne, hogy ha már a megyénkhez, illetve hát Nyíregyháza városhoz elsősorban kötődően a Váci irodalmi munkássága legalább az évforduló
apropóján reflektorfénybe kerülhetne. Így van, vagy méltó helyére kerülne. Gyula, nagyon szépen köszönjük, sajnos elfogyott az időnk, még ugye itt túráról is beszélgettünk volna, de én javaslom, hogy az egyesület, kulturális egyesületet keressék, akár e-mailt is írhatnak a vaciegyesület@gmail.com-ra, és ott akár a túráról, akár a naptár részleteiről tudnak tájékozódni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Több mint 4000-en küzdöttek hazájukért, de csak alig 700-an tértek vissza otthonukba. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katonákról van szó, akik 79 évvel ezelőtt innen, csak nem 1500 kilométeres távolságban a Don kanyarban küzdöttek hazájukért. Rájuk emlékeztek néhány nappal ezelőtt Nyíregyházán a megyeháza épület előtt. A magyar hadtörténelem máig legveszteségesebb és legfájóbb eseménysorozata kezdődött el 79 évvel ezelőtt. A Magyar Királyi Honvédség több mint 200 ezer fős hadseregének 1942 tavaszán német követelésre kellett a keleti frontra vonulnia. A több tízezer munkaszolgálatossal és váltó kontingenssel kiegészült, de megfelelő fegyverzettel nem rendelkező hadsereget 1943. január 12-én a Don kanyarban támadta meg a szovjet vörös hadsereg. A több napig tartó egyenlőtlen küzdelem következtében a becslések szerint 130 ezeren estek el, sebesültek meg vagy estek hadifogságba. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 4500 katona csatlakozott a második magyar hadsereghez, közülük mindössze alig több mint 700-an tértek vissza. Róluk emlékeztek meg szerdán délelőtt a Hősök terén, ahol Bene János címzetes múzeum igazgató hangsúlyozta, az áldozatok előtti tiszteletadás csak a rendszerváltást követően vált elfogadottá. Ezt a hadsereget a későbbiek során, tehát 1945 után szándékosan, mint egy hazárulónak bélyegezték, és ezek a családok mai napig is hordják, hála Istennek a rendszerváltás után már nem kell ezt, de hordták magukban a megbélyegzettséget, hiszen úgy kezelték ezeket a katonákat, akik árulók voltak, akik fasiszták voltak, akik utolsó csatlósok voltak, és nem engedték még az emléküket sem őrizni. Ez egy rettentő nagy tragédia, ez az ország közgondolkodásának a nagy tragédiája. A doni hősök a legdrágábbat, az életüket adták az országért. Erről már Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke beszélt a megemlékezésen. Beszédében úgy fogalmazott, az emlékezés mellett a fiatalok emlékeztetése is fontos feladata a mostani társadalomnak. Nagyon fontos, hogy ők is ezt ugyanúgy a szívükbe és a lelkükbe hordják, hogy aztán a hősök, akik valóban az életüket áldozták, ők mindig ott legyenek példaként a szemünk előtt. És a múlt üzeneteit természetesen meghalva mindig kell, hogy legyenek követők, és itt engedjék meg, hogy hadd emeljem ki Márta Tibor polgármester urat, Fényes Ritke polgármesterét, aki rengeteg alkalommal volt már kint az Úri hídfőnél, és amikor most itt emlékezünk, ő most is ott van, és ott emlékezik és hajt felett a hősök előtt, azt hiszem, hogy az ő munkája, az ő küldetése az nagyban segíti a mi munkánkat is, és megerősít bennünket abban, hogy valóban ezt a feladatot, ezt ott kell tartani a szemünk előtt, és a hősök előtt nem csak tisztelegni kell, hanem emléküket megőrizve az ő eredményeiket és erényeiket át kell adni az utánunk következő generációnak. A megemlékezésen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezete koszorúzta meg a doni hősök emléktábláját. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották a közelmúltban Pregicer Fruzsinát, a Móricz Zsigmond Színház Jászai Mari díjas színművészét, aki ma este a vendégünk, és többek között erről is beszélgetünk majd. Szia Fruzsi, jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! És szívből gratulálunk. Köszönöm neked! Szépen. Ha a nézők esetleg nem tudnák, azért ez nem derültékből villámcsapásként ért ez a hír, hiszen te tulajdonképpen ugye már évek óta az akadémia tagja vagy. Igen, 2013-ban választottak meg levelezőtagnak. Hát úgy szoktam mondani, hogy szakmai vagy szellemi édesanyám ajánlására, Béres Ilona ajánlására.
Én ezt akkor mondtam az akkori színházvezetőségnek, de valahogy ennek nem volt jelentősége. Azóta is nagyon sok olyan projektben, pályázatban, pályázatelbírálásban, zsűrizésben veszek részt, ami az akadémiai tagoknak a tevékenysége, ha lehet mondani. Picit, hogy mennyire a szentnek maga felé hajlik a keze. Az Aranymetszés című produkciónk, ami Arany János születésének nagy jubileumi évfordulójára készült, Rák Zoltán szerkesztésében és rendezésében. Ide ezt is a Művészeti Akadémia támogatta, valamint az Arszanak a halak első rendezésemet is arra méltatták, hogy támogatást kaphattam. Tulajdonképpen akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag jó helyre kerültél, és felismerted azt, hogy ezzel nem csak nyilván a saját művészeti életedet, hanem a körülötted élőkét, akár az anyaszínházadat is tudod segíteni, támogatni. Igen, az egész akadémiaiságomat, vagy lehet ezt mondani, a tagságomat, erre is szeretném felhasználni, hiszen amikor én több mint 30 éve idejöttem a megyébe, akkor találkoztam ezzel a, úgy fejeztem ki, hogy speciális szabolcsi kisebb rendőrséggel, és emellett még azokkal az értékekkel, amiktől eltátottam a számat. És akkor valahogy elhatároztam, hogy amilyen fórumon csak tehetem, ahol csak tudom, beszélek erről, hogy itt milyen nagyszerű, itt milyen nagyszerű eredmények vannak, tehetséges emberek. És tulajdonképpen itt a végeken, itt Észak-Kelet, Vad-Kelet Magyarországon, így szoktam mondani, és úgy érzem, hogy MMA-s tagként ez a dolgom, hogy megtaláljam azokat a társulásokat, társaságokat. Például a Lenszírom gyermekszínjátszó műhelyt vonaiva vezetésével, őt is például így tudta az MMA-t támogatni, mert őket kvázi ajánlottam. De sorra veszem állandóan azokat az értékeket, amikre úgy gondolom, hogy méltó arra, hogy az MMA a pártfogásába vegye. De nem vagyok egyedül a megyében, mert Tisza Eszláron Vajda László, Kovács mester, és hát a Kossuth Díjas karnagyunk Szabó Dénes szintén MMA rendes tag, tehát mi hárman vagyunk így a megyében. Azért is lényeges ez a dolog, mert egyrészt természetes, hogy az ember egójának jól esik a gratuláció, a méltatás. De amikor az utcán megállít a nagybetűs néző, és azt mondja, hogy tudja, ez azért fontos, mert akkor tudják rólunk, hogy mert mi szabolcsiak, mi is ez vagyunk. Mi is MMA-sba tartozunk. Tehát olyan egyszerűen fejezte ki magát ez az ember, de pontosan megértettem, hogy a megyei önbecsülést, vagy az itteni, a fővárostól távol lévő önbecsülést próbálja egy picit ez is talán erősíteni. Ez nagyon jó, amit mondtál, mert hogy pont azzal szerettem volna folytatni, hogy azért neked missziód a kultúrának a közvetítése, és ezt nem csak a színpadon teszed, hanem gyakorlatilag mindenhol, ahol van erre lehetőséged. Úgyhogy egy picit tényleg egy misszionáriusa lettél ennek a megyének is, hiszen ide is hozod az értékeket, és gyakorlatilag tükörként így kifelé is megmutatod, hogy bizony, bár ugye nem ebben nem a megye szülötte vagy, de hát ez a 30 esztendő azért tényleg olyan sok, hogy én úgy gondolom, hogy lassan mégiscsak ide valósi vagy. Hát igen, már nem gyütment, ahogy mondani szokták. Egy picit hadd meséljek az MMA-ról, mert nagyon sokan nem tudják, hogy eszik-e vagy isszák. A történelem túl minden... akadémikus ez, igen. Nem eléggé kézzelfogható, és én akár a saját munkámon keresztül szeretném kézzelfoghatóbbá tenni. 1825-ben ezt tanultuk a történelem órán, hogy Széchenyi István felkiáltására egyszer csak létrejött a Magyar Tudományos Akadémia. És a Tudományos Akadémiának volt egy szép tudományi alosztálya. Tehát tulajdonképpen ennek történetileg nem néztem utána csak az MMA honlapján, de ez létezett a kezdetektől fogva, hogy egy művészetekkel foglalkozó csoportosulás az akadémia, a Nemzeti Akadémia keretein belül. Sajnálatos módon
1949-ben az akkori kormányzat ezt megszüntette, ezt az alosztályt. És 1992-ben, január 31-én 22 művész létrehozott egy társadalmi szervezetet, ezek közül csak néhányat említek. Hát, már egyikük se él, Gyurkovics Tibor, Páskándé Géza, Makovec Imre, Szokolai Sándor, Bozai Attila, és még sokan. Ez az 92-ben létrejött társadalmi szervezet, aztán 2011-ben köztestületté vált, az országgyűlés meg is szavazta. Na most, amit ezt szó szerint másoltam ki a honlapról, hogy ide elhozom nektek, hogy tulajdonképpen az a célja, hogy elősegítse a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, a magyar művészeti élet hagyományainak tiszteletét, új értékes alkotások születését, művészetoktatás, művészképzés és művészeti tárgyú tudományos tevékenység, ez a dolga az akadémiának. Az egész műsorunk tulajdonképpen ugye a Magyar Kultúra Napjának kapcsán gyakorlatilag a kultúráról szól, és az értékek megőrzéséről, továbbviteléről, a gyökereinknek az ápolásáról. Most, hogy az akadémia rendes tagjává választottak, változik-e bármi ebben a misszióban, ebben a küldetésben, akár a mindennapokban, hiszen azért a főállásban ugye a Móricz Zsigmond Színház színpadán játszol, és színésznő vagy. Kell-e itt több elfoglaltságra gondolni, vagy gyakorlatilag ugyanazt viszed tovább, csak még elhivatottabban, amely 2013 óta? Azt szoktam mondani, hogy még illőbb, hogyha az ember részt vesz a különböző kínálkozó lehetőségeken. Nagyon fontos például az egyik, azt abba kezdettől fogva benne vagyok, többfajta pályázati rendszere van az MMA-nak, de van egy, ami számomra nagyon kedves, ami egy 3 éves ösztöndíjbő rendszer, tehát lehet jelentkezni egy speciális projekttel, amit 3 évre bont le az illető, és a 3 év alatt természetesen nem kevés havi apanást kap az illető. És a 3 év alatt folyamatosan be kell számolni. Én a kezdettől fogva pályázat elbíráló vagyok, és számtalan gazdag és izgalmas ötlettel találkoztam egyébbel is, nem ez a lényeg, de hogy még izgalmasabbá tegyem a dolgot, rendszeresen be kell számolniuk. És azért az, hogy egészen fiatal emberek, 20 éveseknek milyen gazdag a fantáziája, milyen elhivatottak a szent mániájukban, ez számomra megrendítő, és mindig azt mondom, hogy akkor nem, valamennyire nem kell félni, mert ha ezek ennyire fontos a dolguk, mert nagyon sok olyan fiatallal találkozom, akinek úgy nincs célja, meg sodródik, de ha találkozom ilyenekkel, akkor van remény arra, hogy a magyar kultúra áll a lábán, és előrenézés. Jó alakul. Irányba tart. Igen. Fruzsinak köszönjük szépen. Nagyon jó egészséget kívánunk ehhez köszönöm a misszióhoz. Szépen. Viszont kívánom. Kedves nézők, hát mi mással, mint színházi ajánlóval megyünk tovább. A Móricz Zsigmond Színház legújabb bemutatója a Rovarok élete című előadás, amely Viktor Pelevin kortárs oroszíró regényéből született. A tudományos fantasztikus grotex produkció valójában az embert helyezi terráriumba, hogy nagyítókkal vizsgálhassuk kicsinségét. Viktor Pelevin az új orosz író nemzedék fene gyereke, a kortárs orosz próza egyik legfőbb képviselője. Illették már posztmodern vagy mágikus realista jelzőkkel, a gogoli groteszk is közel áll hozzá. Ezek mellett a posztszovjet világ egyik leghatásosabb ábrázolójának tartják. 1987 óta ír, 1989-ben jelent meg először nyomtatásban. Hamar népszerű lett, nem csak hazájában, világszerte is. 2000-ben a New Yorker Európa 7 legjelentősebb fiatal írója között emlegette. A Rovarok élete az első magyarul megjelent regénye Pelevinnek. A történet szerint egy krími üdülőhelyen alkoholmérgezést kap a helyi lakosság véréből mintát venni érkezett ügynök, amerikai szúnyog. A művészek rovarokat alakítanak, akik története és jelleme teljesen emberi. Kuti Patrícia egy éjjeli lepkét játszik, aki filozófus is egyben.
Mi vagyunk ketten, akik így azt mondhatnám, hogy így próbáljuk talán ennek a sok furcsa jelenetnek, meg a furcsa történéseknek az összességét így mindig így összefogni, vagy valahogy a történetben egy ilyen főszálat talán képviselni. A két éjjeli lepke, akik milyen nagyon fontos filozófiai kérdéseket próbálnak megvitatni és rájönni az élet nagy dolgaira. I. és Ákos több szerepben is feltűnik. Ügynököt, szúnyogot és hangyát is alakít. Embereken keresztül mutatjuk ezeknek a rovaroknak az életét az ő tulajdonságaikkal felvérteződve. És hogy milyen rovarok, bogarak, tehát mindenfélét játszunk. A poloskától elkezdve a hangyán át, a vérszívókon keresztül mindenféle rovar-bogár megjelenik az előadásban. Mit üzen ez a darab a nézőknek szerinted? Szerintem azzal a közhelyjel élve, hogy mint a hagyma, tehát rengeteg rétege van, de azt hiszem, hogy eléggé aktuális ez manapság tulajdonképpen. Ahogy a rovaroknál is van egyfajta hierarchia, hogyan épül fel az ő életük, ez ránk is nagyban jellemző, és ezeknek a rovaroknak, illetve az emberi sorsok között tudunk egyenlőségjelet tenni, tehát tudunk azonosulni velük, és azt hiszem, hogy valamelyik kis bogárkában, rovarkában biztos, hogy mindenki egy picit talán magára is ismerhet. Volt már alkalmad ennyire groteszk vagy abszurd előadásban játszani? Igen, volt szerencsénk, csináltunk több groteszk előadást. Többek között például Bodó Viktorral dolgoztunk nagyon jókat. Azért említem őt például, mert a Kovács D. Dani, aki ezt a rovarokat rendezte, ő Bodó Viktornak a tanítványa, tehát rengeteg minden jellegzetesség vagy jegy köszön vissza azokból az előadásokból, illetve arról a típusú gondolkozásról, rendezésről, amit Viktornál tapasztaltunk. Mennyire áll közel hozzád ez a műfaj? Én ezt a fajta humorvilágot szeretem. Nem mondom, hogy a próba folyamat elejétől minden teljesen világos volt, és mindent rögtön értettünk, és rögtön tudtunk kódolni, de aztán szépen, ahogy beljebb mentünk, és próbáltuk megfejtegetni ezeket a jellemeket, egyrészt a szituációkat, illetve aztán a rendező által felvázolt képeket. Szerintem beljebb jutottunk, és az a fajta humor, amivel ez az előadás bír, vagy amivel ez rendelkezik, ez eléggé közel áll hozzám. Tehát ez a fajta groteszk humor, ez világom. Az előadás rendezője Kovács D. Dániel, junior primadíjas alkotó. A szövegkönyvet Závada Péter írta, aki a Szokatlan regényben segített megtalálni azt a színházi formát, amellyel a társulat mesélhet erről a fantasztikus furcsa világról, amelyben könnyen saját hétköznapjainkra ismerhetünk. Kedves nézőink, a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett eseményeket ajánljuk önöknek. A Nyíregyházi Városi Galériában megnyílt a 11. Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző művésztelep záró kiállítása, amely február 20-áig megtekinthető. A Kárai gyűjteményben Levelek a miniszterelnöktől címmel nyílt kamara kiállítás, melyre február 4-ig várják az érdeklődőket. A Váci Mihály Kulturális Központban Zajácz Tamás bőrműves iparművész tárlata látható egészen február 20-áig. A Págyula teremben pedig Orr András grafikus művész alkotásai várják a művészetkedvelőket február 16-áig. Most vasárnap 11 órától Szatmárcsekei Református templomban ünnepi megemlékezés kezdődik, ezt követően a helyi református temetőben a Kölcsei sír emlékénél tartanak koszorúzást. Kellemes programokban gazdag hétvégét kívánok nézőinknek, találkozunk ismét jövő pénteken, viszontlátásra!